Az amatőr sportból most átléptél a professzionális sportolásba. A napjaidat és az óráidat, a gondolataidat a sportolás tölti ki. Arra törekszel, hogy a sportban sikeres legyél. De nagyon fontos, hogy a mostani élethelyzetedben az egyik legnagyobb változás az önálló fizetésed, rád ruházza azt a felelősséget, hogy tudatos legyél abban, hogy a pénzeddel hogyan bánsz. Ebben fogunk segítséget adni a következő néhány percben. Ha a pénzügyeidről gondolkozol, a legfontosabb talán az, hogy hosszú távon kell gondolkodni. Hadd meséljek egy saját történetet. 53 évesen otthagytam a bankszakmát, és munkavállalóból vállalkozó lettem, egy saját vállalkozást indítottam be. Az erre való felkészülésnek része volt, hogy volt egy megtakarítás, ami azt az időszakot volt hivatott áthidalni, amíg beindul a vállalkozás. Porul jártam, mert 2015 elején több brókercég is csődbe ment, az egyiknél beragadt ez a tervezett tartalékom. Nagy bajban voltam, de szerencsém volt, mert korábban előrelátó voltam, és voltak olyan hosszú távú megtakarításaim, amit ekkor elővettem. Az egyik döntés, amit meghoztam, hogy amelyiknél lehetett, megszüntettem a havi díjfizetést. Ez mindjárt egy könnyebbséget adott. A másik döntés pedig az, hogy kiválasztottam közülük azt, amelyikben fölhalmozódott már annyi tőke, ami helyettesítheti a korábban erre az időszakra tervezett tartalékaimat. Aztán, amikor rendeződött a helyzet, és a brókercégből, ha nem is a teljes összeget, a nagy részét visszakaptam, abból újraindítottam megint egy hosszú távú megtakarítást. A hosszú távon gondolkodás tehát életet menthet nagyon sokszor, a családom nagyon komoly bajba kerülhetett volna, hogyha nem lettek volna ezek a megtakarításaim. A hosszú távon gondolkodásról hadd mondjak egy nagyon érzékletes példát. Akár hiszed, akár nem, pici pénzzel, havi 5000 forinttal, hosszú távon nagyon komoly vagyonokat lehet fölhalmozni. És ezek az életed későbbi szakaszában, ha nehéz helyzetbe kerül, segíteni fognak abban, hogy túléld. Tovább tudjál menni, és tovább tudjál lépni ezeken a nehézségeken. A másik nagyon fontos dolog, hogy tudatosan oszd be. Van egy pénzösszeged, amit havonta elkölthetsz. Rád van bízva. Egy körülbelül optimális felosztás szerint nagyjából a felét ennek a pénznek el fogjuk költeni, vagy célszerű is elkölteni a megélhetésre, étel, ital, ruházkodás, stb. Körülbelül egy 30%-ot érdemes arra fordítani, amit hadd hívjunk úgy, hogy életszínvonal. Van-e autón, vagy milyen autón van például, ebbe a kategóriába tartozik. Költök-e feltöltődésre, wellness hétvégére, stb. Elmegyek-e a párommal, a családommal, a barátaimmal feltöltődni, ami segíti a sportpályafutásomat is. Ez ránk van bízva. És végül marad egy körülbelül 20%, ideális esetben ezt célszerű hosszú távú, közép vagy hosszú távú megtakarításokba fektetni, azzal a céllal, hogy bármikor, ha nehéz helyzetbe jutsz, megsérülsz, átmenetileg nem leszel képes annyit keresni, mint tervezted. Ezek segítséget fognak nyújtani, ahogy a saját példámban is elmondtam. Fontos dolog az is, hogy ha megteheted, akkor képezd magad pénzügyileg. Vagy önállóan, az interneten keresztül, vagy olvassál utána. De hogyha van a környezetedben olyan ember, aki kicsit jobban ért a pénzügyekhez, vagy az egyesületnek van esetleg szponzora, egy olyan vállalat, aki a pénzügyekben működik és dolgozik, onnan biztos meg tudod szerezni azt a tudást, amire támaszkodni tudsz. Ugyanakkor a környezetedben nyilvánvaló barátok, család, az edzők között, versenyző és játékostársak között is akadhat olyan ember, aki tud neked ebben támpontot nyújtani. Használd ki a lehetőséget, hogy önálló kereseted van, és te döntheted el, hogy mire mennyit fordítasz. Emlékezzél a példára, ha csak 100 000 forint a havi fizetésed, abból is 5000 forintot biztos meg tudsz takarítani, és emlékezz rá, hogy milyen jól jöhet a segítség, hogyha bajba kerül az ember átmenetileg. Más módokon is tehetsz azért, hogy hosszú távon pénzügyileg biztonságban érezd magad. Tanulhatsz, képezheted magad, ma már nem nehéz online képzéseket elérni, akár edzőtáborból is elérhetőek olyan tananyagok és felületek, amik segítik a te jövődet építeni. Ha vállalsz alkalmi munkákat, mondjuk, vagy részmunkaidős állást, egy olyan szakmában, ami érdekel téged, az egy tuti biztos befektetés a saját jövődbe. Mindig garanciád lesz arra, hogy bármi történik a sportpályafutásoddal, utána fogsz tudni sikeresen tovább menni az életedben. Végül néhány gondolat azokhoz, akik körülveszik a játékosokat és a versenyzőket. Alakítsatok ki támogató környezetet. Figyeljetek a versenyzőre vagy a játékosra. Ha vannak ambíciói, például arra, hogy részmunkaidős állást vállaljon, nézzétek meg, hogy összeegyeztethető-e. Ha összeegyeztető a sportolással, akkor támogassátok ebben. Ugyanakkor az egyesületek, a szövetségek tehetnek például azért is, hogy hosszú távú megtakarítsák
takarításokat kezdjenek el fölhalmozni a sportolók még az aktív pályafutásuk alatt. Erre egy remek példa az NFL, az amerikai futballliga, ahol automatikusan a játékosok fizetésének egy részét egy hosszú távú megtakarítási számlára félreteszik. Így biztosítják többek között azt, hogy a negatív sportolói sztorik nem keltik rossz hírnevét a sportágnak. Gondoljatok erre tehát, és figyeljetek oda a versenyzőre és a játékosra, tegyetek ti is azért, hogy pénzügyileg is sikeres legyen.